Christian parties and the new Christian parties, and there could be some. A nemek társadalmi egyenlőségéről nagyon különféle nézeteket vallók vagyunk, és azért vagyunk itt, hogy keressük a párbeszéd lehetőségeit, és azt gondolom, hogy ez a párbeszéd keresése az, ami különlegessé teszi a mai alkalmat. Sokan önök közül itt voltak a februári vitaestünkön is, akkor tűztük először napirendre ezt a kérdést. És hogyha megnézték azt a videót, amit a mai rendezvényre szóló meghívóhoz csatoltunk, akkor látták, hogy az volt a különleges benne, hogy együtt kerestük az utakat a félelemkeltés, a gyűlölet és a kirekesztés ellen. I must say I decided to come here mainly because I liked the emphasis on dialogue, which is something that is no longer possible in Poland. In Poland the polarization of views around gender very quickly evolved into right out aggression, and this is something that has made me disbelieve in the possibility of dialogue. So I was very happy that I could hear talk to people who have very different views from mine and that we were really listening to each other. Én nagyon hálás vagyok azért a lehetőségért, hogy ez egy dialógus volt, hogy egymásnak a meghallgatása volt a cél. Today's meeting was very interesting for me. From my view, it is very useful when so many people get together and can discuss on one topic from many sides. It is very useful also for me because I can bring some new ideas to Slovakia about what is going on in Poland, in Hungary and in other countries. Nagyon jó olyan emberekkel beszélgetni, akikkel tudományosan vagy állampolgárként nem értek egyet. Mert ez megtermékenyít, rákényszerít arra, hogy a saját gondolataimat tisztábban, egyértelműbben fogalmazzam meg, pontosabban definiáljam azokat a fogalmakat, amiket használok, és szerintem ez egy nagyon előremutató dolog, én nagyon-nagyon élveztem ezt a vitát. Nagyon fontos volt, hogy dominikánus nővérek, szakszervezeti aktivisták, LGBT aktivisták, nőjogi aktivisták, tudósok, filozófusok egy teremben arról beszéltek, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy elkerüljük, hogy ez a vita Magyarországon is megjelenjen.